Üdvözlünk a Riskrap.hu csatornáján! Nemrég mutattuk be a tíz elit annak, hogy sikeres leszel. Ha valamiben eléred a céljaidat, az gyakran hozza magával a pénzt. Azonban bármibe is kezdünk bele, előfordulhat, hogy nem járunk sikerrel. Sokan nem gondolnák, hogy mennyire nehéz és rögös út vezet a gazdagsághoz, pontosan emiatt nem gazdagodnak meg sokan. Mondunk tíz dolgot, ami annak a jel lehet, hogy nem leszel gazdag. Első, irigykedsz a gazdag emberekre. A képlet egyszerű: ha valakit a pénze miatt automatikusan gyűlölsz vagy bűnözőnek gondolsz, és esélyt sem adsz arra, hogy megismerd, akkor nem fogsz soha tanulni tőle. Mint már korábban mondtuk, a jó mentor vagy társ megtalálása nagyon fontos, azonban negatív hozzáállással nem fogsz találni. Második: azt gondolod, hogy a gazdag emberek mások. A gazdag emberek életútjait vizsgálva rájöhetünk, hogy nincs szükség semmilyen különleges képességre, vagy bármi olyasmire, ami nem tanulható vállalkozói lét bizony nem való mindenkinek, azonban a tehetsége felismerése a gondolkodás módjának és a napi rutinjának megváltoztatására bárki képes. Ezek az első lépések a gazdagság útján. Harmadik, nem töltesz elég időt tanulással. Egyedül úgy tudod tartani a világ fejlődésével a tempót, hogyha folyamatosan tanulsz és te is fejlődsz. Itt igaz a leginkább, hogy aki lemarad, az kimarad. Negyedik, könnyen bűnbakká válsz. Attól még, hogy valaki azt mondja, hogy a te hibád, nem biztos, hogy úgy is van. Ha nem tudsz kiállni az adért, akkor könnyen és gyorsan el fognak nyomni mások, akiknek erősebb az akaratuk. 5. folyamatosan azon aggódsz, hogy mások mit gondolnak rólad. Az egyik leggyakoribb probléma manapság. Az Instagram világában a lájkok és a követők számolása mindennapos, ami egyben az önbizalom hiány és a megfelelési kényszer növekedését is magával hozta. Azt javasoljuk, hogy próbáld meg levetkőzni ezeket a rossz szokásédat, és sokkal szabadabban. 6. túl keveset törődsz azzal, hogy mások mit gondolnak rólad. Ha megtaláltad a megfelelő partnereket és mentorokat magad mellé, akkor hallgass is meg a tanácsaikat. Hetedik, mindenben a szüleid tanácsait követed. A drága szüleink mindig a legjobbat akarják nekünk, azonban fontos tudatosítanunk magunkban, hogy egy olyan területen adnak nekünk tanácsot, amit nem ismernek, és ahol ők sosem értek el sikereket. Nyolcadik, azt a munkát választod, amit a rokonaid. Attól még, hogy orvos vagy ügyvéd családba születtél, egyáltalán nem biztos, hogy neked is az a pálya való. Azt válaszd, amit a legjobban szeretsz, hiszen abban leszel a legsikeresebb. Kilencedik, folyamatosan kifogásokat keresel. Nem holnap, ma. Nem az ő hibája, hanem a tiéd. Nem a vállalkozásod ment csődbe, hanem te egy csődbe a vállalkozásod. Egyedül mi magunk vagyunk a felelősek az életünkért, úgyhogy elég a kifogásokból. Tizedik, nem teszel érte. Ez a legkönnyebb, mégis a leggyakrabban elfelejtett pont. Hogyha nem teszel minden nap azért, hogy elérd a kitűzött céljaidat, akkor mégis mi hozná a sikert? Itt az idő még ma elkezdeni. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót, ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról sem. Weboldalunkon a richclub.hu mindig mindenből legjobbról, vagy éppen a legdrágábbról számolunk be nektek. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!